Több éves hagyománya van annak, hogy a nyári időszakban a makkói városi televízió kitárja kapuit a fiatal érdeklődők előtt. Idén sem volt ez másként. A hagymaház táborozói belesettek szerkesztőségünkbe. Útjuk először a stúdióba vezetett, ahol a magazin beszélgetéseket és a híradót rögzítjük. A közeg megismerése után Borka Péter elmondta a diákoknak, hogy milyen szerepe van egy helyi televíziónak. Mi bemutatjuk a makói embereket, vagy a térségi embereket, kimegyünk Apátfalvára, a falvakba kimegyünk, ott mutatjuk, hogy mit történnek ott, milyen értékes emberek vannak, milyen néphagyományok vannak. Eljövünk, szoktunk menni Oviba iskolába. A Nebulóknak nem volt ismeretlen stábunk, hiszen számos rendezvényen találkozhattak már velünk. A gyerekek lelkesen érdeklődtek a műsorvezető és a hírolvasó feladatáról. Így lehetőséget biztosítottunk ahhoz, hogy az említett feladatkörökben ki is próbálhassák magukat. A szerepben szépen helytelt kis csengevirág. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A makói városi televízió kedd esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek a legfontosabb híreink! Nagyon tetszett ez az egész, és tök izgalmas volt, mikor beültem a székbe, és elkezdtem mondani a híreket, és én mindig nagyon izgulnék, mikor mondanám a híreket, tehát hogy nagyon nagy élmény volt számomra. Volt olyan gyermek is, aki a kamera mögötti operatőr munkáért lelkesedett igazán. Így tágítani a kamera mellett, amit így belátva, hogy minden nap erről látok a tévében, akár egy híradót, ez nagyon nagy élmény. És tényleg, hogy így megfoghatom, meg hogy itt lehetek, ez nagyon jó. Meg hogy itt tényleg így kipróbálhatom mindent bemutattok, vágógépeket, meg a kamerát, meg a mikrofonokat, meg ilyesmit. Nekem nagyon tetszik ez a hely, és hát lesz rajta mit gondolkozni. Bugyi Boglárka is több mindent kipróbált, élményeiről örömmel mesélt stábunknak. A riport során az is kiderült, hogy a családjával követik a makói városi televízió adásait. Fogtam a mikrofont a kezembe, meg hát nem beszéltem a kamerába, de ahogy így a többiek így beszéltek, az úgy nagyon jó volt. Szoktuk nézni a makói tévét, és nagyon jó híreket megkapunk, hát néha rosszakat, de néha jókat is. Vendégeink a híradó és a magazinkészítés munkafolyamatainak állomásait is végigkövethették. Ezáltal a szerkesztő riporterek és operatőrvágók feladataiba is betekintést nyertek. Borka Péter kollégánk több mint 2 évtizede van már a szakmában. Az elmúlt évek alatt számtalan csoportnak mesélt a média világáról. Ezekre az alkalmakra jó szívvel gondol vissza. Nagyon sok gyereket láttam már itt a tévénél, hála Istennek, és mindig örülök nekik, hogy itt találkozhatok, sőt, nagyon sok ismerősömnek a gyerekeivel találkozok. Itt én meg szoktam kérdezni, hogy kit hogy hívnak, és akkor ott kiderül, hogy az ismerősömnek a gyerekei, és ők is nagyon élvezik azt, hogy itt egy kicsit rosszalkodhatnak, kicsit szabadabban tudnak mozogni, mint a táborban, vagy az iskolában. Az interaktív tábor keretében a hét során még meg annyi kaland vár a fiatalokra. Sziasztok!